A Magyar Állami Operaház az elmúlt szezonban 3 új magyar operát mutatott be. Ligeti György, La Grande Macabre, Vajda János, Leonce és Léna, illetve Szokolai Sándor Szávitri című művét. A szerzőt nem tudtuk elérni, Hamburgban él és dolgozik. Az egyik főszereplőt, Gulyás Dénest kérdeztük az operáról. Milyennek látta belülről? Szerette ezt a szerepet, amiben? Hát több mint szerettem. Ez egy tulajdonképpen kirándulásnak nem mondanám, mert az elmúlt évtizedek alatt azért foglalkoztam kortárs zenével, énekeltem is nem egyszer. De ilyen produkcióban, ami de hát egy opera produkció, egy színpadi produkció, nem vettem részt. Ez volt igazán az első olyan, ami azt lehet mondani, hogy 20. századi vagy kortárs zene opera produkció volt. A mű megtanulása is nem minden napi feladatot ró az énekesre, illetve rót ránk. Mindig egy olyan hasonlatot használtam, hogy olyan, mintha mondjuk a Bábel tornyát kéne bevenni, és kiismerni az utolsó tégláig, ez egy ilyenfajta munka volt, és ami ebben egy óriási pluszt adott ehhez, az a színpadi munka, és az a rendezés, és az egésznek az összhangja, ahogy ezt a Kovalik Balázs a színpadra állította, teljesen új szerűen gondolkodó módon állította színpadra, szóval nekem egy fantasztikus élmény volt részt venni, akármilyen nehéz is volt. Sajnos csak 3 előadást ért meg el eddig a produkció.
Hogyan fogadta a közönség ezt a darabot? Ugye azt tudjuk, hogy 78-ban írta Ligeti, és hát mondjuk ez egy ilyen abszurd játék. A mai korban, amikor azt mondjuk, hogy már a posztmodernt is meghaladtuk, akkor vajon itt rácsodálkozik a közönség, vagy elutasítja? Én igazán nem tudom, hogy erre milyen stílusi egy húzható, vagy mit mondhatnánk, hogy ez mi, posztmodern vagy modern. Én erre azt mondom, hogy egy szenzációsan megírt zene, egy fantasztikusan szerkesztett muzsika, egy nagyszerűen megcsinált színházi darab, színpadi mű, ami hát végül is azt a kritikát kapta, illetve azt mondták róla, amikor ezt bemutattuk, többször is elhangzott, hogy az évtized legjobb színházi produkciója. Nem kifejezetten arra mondták, hogy zenei, hiszen ez az egész opera nem más, mint színház végül is, ha nagyon akarom. Tehát egy olyan komplex módon nagyon jól sikerült produkció volt, amit rendkívül sajnálok, hogy csak háromszor ment, és nagyon, tehát Budapesten csak kétszer. Az, hogy a közönség hogy reagált rá, csak azt tudom mondani, hogy mind a két előadáson, ahogy ezt szoktuk mondani, fürtökben lógtak az emberek. Kicsit szomorú vagyok miatta, mert azt gondolom, hogy a technikai okok, hát valószínűleg pénz oka van ennek, én nem látok bele be, és nem is akarok belelátni, csak rettenetesen fáj az, hogy három előadást érjen meg. Korábbi operái, a Vérnász, a Hamlet, a Sámson és az Ecce Homo mind tragédiák voltak. Most egy kicsit másról van szó. Pozitívabb lett a világnézetem. Én úgy éreztem, mikor 15-16 éves koromban hirtelen váltam zeneszerzővé, hogy békés tarhassam, nem akarom hosszabban mondani, és a gyerekkori darabjaim sokasága után úgy látszik a gyerekkorom fölnőtt korban operába folytatódott, és ott nagyon meg akartam mutatni, tényleg Vérnászba, a kicsi késsel, a Hamletbe, a vívással, és hát azzal a hálóval, ahogy Claudius bekerítette Hamletet, és a Sámsonba pedig hát magára rogyantja, és az ellenségének az elpusztítására Sámson a falakat, az oszlopokat. Az lett az érzésem, hogy ebből elég. Nekem, hát most őszintén elmesélem, az lett az érzésem, hogy én kérdéseket teszek föl, és hozzájárulok a világnak a különböző sokkjaihoz, konfliktusaihoz, és mindig az ellentmondás érdekelt, és az volt az érzésem, hogy én mosolygós, kedves, ahogy mások mondták, ember vagyok, miért nem a pozitív nézetemet fejtem ki? És tulajdonképpen én hídben járó ember vagyok, nem a bigottság értelmében, egy alkotó nem lehet más, minden nap hálát adok. Minden nap imádságban nem tudok igazán kérni, csak hálát adni, akkor miért nem írok én fényt, miért nem írok örömet, szeretetet? És ez a Szávitri ezért tetszett annyira meg, hogy valamiképp az életről azt mondani el, hogy mindannak ellenére, hogy 20. század van, egyre rosszabbak az emberek, a zeneszerzőt talán nagyobb feltűnést kelt, ha igen, bár a hűségről alig írtak operát, a Fidelion kívül nem. De én úgy éreztem, hogy ezzel meg fog az életem változni, meg is változott. Oh,
Amikor megszületett a Szávitri a színpadon, akkor azt mondta, hogy az opera által közelebb kerülhetünk életünk titkaihoz. Melyekhez? Ez nagyon érdekes. Egyrészt, hogy azt mondjuk, amit gondolunk. Ne látszani akarjunk valakinek, hanem valakik lenni. Ez a két ember ebben az operában megmerte tenni. Másrészt nem magukat szeressék, hanem azt, ahol születtek. Mert természetbe születtek. Harmadrészt, nagyon nehéz a kérdés, és lehetséges, hogy a legfontosabbat nem fogom tudni elmondani, mert azt hiszem, hogy Toscanini mondta, hogy egy műben nem lehet mindig mindent eldirigálni, mindig más dirigálunk. De a Szávitri így mondanám, hogy mióta megírtam, Hamletből azóta tanultam a legtöbbet. Megírtam zöldfülűen. Azt hittem, tudom. Megírtam a Szávitrit, és a Szávitri egy olyan kérdés az embereknek, nem a hatalom, nem a kastély, nem a pompa, nem az uralkodás, nem a parancsolás, benne van, hanem az őszinte élés, a hagyományok szerint, úgy, ahogy jó esik. És ezt az emberiség a 20. század legalábbis részben veszti. Illetve, hogy a szerelem győz a halál felett. Mert és hogy a szerelem fontosabb, és nem a, hát elnézés, a vérnázban a földdel házasodik. Ma már nincs annyi föld, meg már nincs érdekházasság úgy, de azért nem az a legfontosabb ma sem, hogy autója legyen, meg lakása legyen, hanem az a legfontosabb, hogy értik-e egymást, együtt rezdülnek-e. Van a Bartóknak egy kórusműve, amivel választ tudnék adni, és soha így riportban nem használtam ezt a kifejezést, most jut eszembe. Arany ezüstért, cifra ruháért, leányt elnevégy koszorújáért, inkább szeressed táncos lábáért, előtted való szép járásáért. Ne nézz a lányra, mézes szavára, ne hajolj az ő mézes szavára, és akkor olyan keserű lesz. Hanem inkább figyelj indulatára, tanulj szertenni szíve titkára. A zene a kevesek kiváltsága, akkor a kortárs zene még kevesebbeké. De mitől van az, hogy nem volt kísérleti a korábbi évszázadokban a kortárs zene, az akkori kortárs zene? Hát azt gondolom azért, mert létezett egy olyan zenei köznyelv, amit mindenki beszélt és értett. Ugyanakkor, amiről már korábban beszéltünk, hogy funkciója volt a zenének, tehát meg kellett feleljen bizonyos helyzeteknek, tehát ott a kísérletezésnek hát legalábbis szűkek voltak a lehetőségei és a keretei. És ahogy a közönségét a zene elvesztette, úgy vált tulajdonképpen egy kísérleti terepé.
ami, hát, hogy mondjam, nagyon sok esetben maga a kísérlet volt a cél, és nem, tehát hogy a közönség, illetve az, hogy tetszik, nem tetszik, az már az is szakmai belügy volt, holott tulajdonképpen csak a darab megírása kellene, azt hiszem, szakmai belügy legyen. És mi lesz most? Tehát, hogyha ennek a zenének van-e köznyelve ma, vagy az milyen zene, és ha nincs köznyelve, akkor mit várhatunk? Hát az úgynevezett szomorú zenének nincsen köznyelve, hiszen éppen azért is nem hallgatják. Hát a mai köznyelv nyilvánvalóan a rock, illetve hát a popzene az, ami hát valóban tömegekhez szól, és tömegeket mozgat. Tehát ezt a szerepét a komoly zene elveszítette feltehetőleg egyszer és mindenkorra. És tágabb értelemben zenei szempontból ennek van értéke, hogy most ide helyeződött át a súlya a könyvzenére? Hát ez nem értékítélet, ez egy tény. Ez így alakult, betöltötte azt az űrt a szórakoztató zene, amelyet a komoly zene nem volt képes, nem akart, egyre kevésbé akart betölteni. Ezt a zenét is nagyon különböző módon lehet űzni, nagyon különböző színvonalon, ahogy a komoly zenét is. Laikus azt gondolja, hogy egy opera megírásához óriási levegőt kell vennie a zeneszerzőnek. Vajda János miként jutott oda, hogy ezt a nagy levegőt vegye? Az első próbálkozásom az tulajdonképpen nélkülözte ezt a nagy levegővételt, és szinte, mint Pilátus a krédóba, úgy kerültem az opera írásba bele, még épp hogy a főiskoláról kikerülve néhányan kaptunk lehetőséget a televíziótól, ez még a 70-es évek másik felében volt, hogy írjunk operát, tévéoperát, és akkor tulajdonképpen mindenféle előzetes tanulmányok, mármint hogy operával, egyetlen színpaddal kapcsolatos tanulmányok nélkül, mint volt az anyjának, estem az opera írásnak, hát mondhatnám, hogy olyan is lett, de hát ezzel együtt ez mindenképpen görcs nélkül készült el. Persze ez egy egyfelvonásos opera volt, tehát ilyen szempontból a kockázata is talán kisebb volt. A másodszori nekifutás szintén egy egyfelvonásos opera volt, a Mário és a Varázsló. Igazság szerint ahhoz sem folytattam tudatos előtanulmányokat. A színházhoz már valamivel több közön volt, elsősorban azért, mert korábban elég sok balettzenét írtam a Győri Balettnek. Én tulajdonképpen ezt egy nagyon nemes és jó, akár az én számomra jó szórakozásnak tekintettem. Nem is folyamatosan dolgoztam, szinte egyik darabon sem, tehát mellette írtam más műfajban is. És hogy úgy, szinte szabad időmben írtam az éppen aktuális operát. Nagyjából így. Oh!
kis létem összetorlad, ebbe az egy pillanatba, most meghalni rögtön. A fához, hogy kitisztul tündökölve, ó, hogy árad, sírik tőd meg a teremet is. Ó, halál és puha ágyat! Hol, Szerenisszime! Vége, mindent elrontottál. Ez a perc vissza nem jön. Mi lesz velem? Segíts, segíts! Egy légy ül a falon. Egy légy ül a falon. Egy légy, egy légy, egy légy. Az idei szezonban és 2000-ben is lesz magyar opera bemutató a színházban. Vukán György műve, Ötvös Péter Három nővér című kompozíciója, illetve az az új magyar opera, amely a milleniumi pályázat első díját nyerte. Petrovics Emilt, a zsűri elnökét a pályázat tanulságairól kérdezem. Hát az első számú tanulság az, hogy írnak operákat a magyar szerzők. A második tanulság, hogy a régen megírt operákat beadnak, mint új operákat, amelyeket még nem mutattak be. A harmadik tanulság pedig, hogy kevés szerző tud operát írni, de aki tud, az azért tud. Általában kevesen tudnak operát írni, ez egy speciális alkat kérdése, hogy ki képes a zenei időt, a színpadi jelenlétet, a színpadi konfliktus zenébe fogalmazni. És különösképpen mindig probléma volt a librettó kérdés. Puccininek, Verdinek, Mozartnak, mindenkinek ez volt a fő gondja. Ez a pályázat szerencsére egy olyan művet hozott megint a felszínre, amely állandó, hogy mondjam, örökzöldje a magyar színpadnak, nevezetesen Madácsember tragédiáját. De Mozai Attilának, aki most hunyt el, még mielőtt megtudta volna, hogy ő nyerte meg a pályázatot, ami sors különös tragikuma. Az utolsó öt szint választottak ki, tehát a londoni szinttől végig. És ő nagyon koncentráltan, valóban a Madácsi centrális problematikát vitte öt színen keresztül a színpadra. Más jó művek is születtek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos játszani operát. Operát általában, amióta van, mindig azt mondják, válságban van, mindig azt mondják, hogy nincs rá pénz, mindig azt mondják, hogy minek ez, milyen butaság énekelni a színpadon, amikor beszélni is lehetne. Elmondják azt a sok csacska közhelyet, amire egyszer Karinti Cini barátom azt mondta, amikor megkérdezték tőle, szereti az operát? Persze, hát azt mondja, hogy miért énekelnek oda, ahogy, hogy beszélnek. Az a természetes, hogy énekelnek. Sokkal természetesebb dolog, mint beszélni. Én azt gondolom, hogy az elmúlt barátainkra és meghalt barátainkra ezzel emlékezhetünk, hogy az opera nagyon fontos dolog. És a Magyar Állami Operaház másként nem létezik, csak egy vidéki utánjátszó színház marad. Akkor, hogyha nem a magyar műveken nyugszik az egész társulatnak a tevékenysége, a vezetés gondolkozása, a közgondolkozás. Magyar nyelven kell énekelni, magyar színpadon, és magyar operát. Ezt tudta Erkel is, tudta Kodály is, tudták sokan mások. Tudta az a generáció, amelyik a 60-as években kezdte újra, nevezetesen Szokolai Sándor, jó magam, Ránki, Mihály András, mások. Utána később Durkó, Balassa, ezek mind tudták, hogy ezt kell csinálni.
Wetter fort. Nach Nebel